mert azt kell, hogy mondjam, hogy az első félidő, amelynek már is mutatjuk a helyzeteit, tényleg jól sikerült. Itt van ugye a 11-es, ami vitathatatlanul az volt, és a 8. percben ebből szerezte meg a vezetést a Honvéd gárdája. Aztán utána igazából, ahogy George F. Hemingway is mondta, több helyzete volt, akár 2-3 gólt is szerezhettek volna a Honvéd játékosok, de vagy Balajca Szabolcs állta az útjukat, vagy pedig ők szúrták el. Itt volt talán a legnagyobb gólszerzési lehetőség, kétszer is Faggyas Milán előtt, ezzel sem tudott érni. Hát itt, hogyha rúg 2 gólt, ugye az előzőkkel Balajca védése gondolok, és erre a Honvéd akkor senki sem szólhatott volna egy rossz szót sem, de maradt az 1-0. Aztán persze volt az Újpestnek is lehetősége, ez Kriszt lövése volt, amit Kemenes tolt fölé. Aztán volt ez a szögletes szituáció, amikor szintén Kemenesnek kellett védenie, Kabát Péter baloldali szöglete után, és aztán gyorsan kifejelte onnan a labdát az érkező Zsivanovics. És aztán pedig a szabadrúgás, amelyhez ugyan hozzáért Kemenes, de hárítani nem tudta, Kabát Péter fantasztikusan csavarta el a labdát, innen fogjuk majd igazán jól látni. Hiába állította oda a sorfalat, ahova Kemenes.